Amikor egy kamera elé állok, akkor hiába tényleg barátok közt vagyunk, így azt érzem, hogy ilyen készletésem van arra, hogy nekem most ilyen litániát kellene mondanom, de fánkat fogunk készíteni a receptem alapján. És baromi egyszerű lesz, ugyanis, mint amit már megtanultunk a keltésztáknál, hogy én mindent kvázi egybe rakok, természetesen a vajon kívül, úgyhogy a liszt, a cukor, száraz anyagok, ugye a tej, a tojás, puff, minden egybe bele, élesztő, és jöhet ugye azért, hát mondhatjuk az ízesítés, pici só, arra figyeljünk oda ugye, hogy ne találkozzon az élesztővel, úgyhogy kicsit az oldalára csapom, érzéssel. Szereztem, illetve itt volt egyébként, tegnap este észrevettem a fiókban, egy nagyon jó minőségű vanília eszenciát, úgyhogy most az kerül hozzá. És a fánkot én felturpózom egy kicsike kis citrommal, de csak a héjával. Ugye nem felejtjük el, ezt már nagyon sokszor mondtam, hogy a citrom az kezeletlen legyen, vagy bio. Mert amit megveszek is annyira szép fényes, az a helyzet, hogy tele van vegyszerrel, és azt nem akarjuk megenni. Legalábbis én semmiképp nem akarom megenni. Indíthatjuk is, és megvárjuk ugyanúgy, mint a keltésztán, hiszen ez egy keltészt, hogy összeálljon. Az én receptem egy picikét más, inkább az olasz fánkra hajaz, úgy is hívják, azt hiszem, hogy bombolino az olaszoknál, hogy ez egy vajasabb és kötöttebb tészta, és én is ezt szeretem, mert ez 3-4 nap múlva is ugyanolyan jó, ilyen kis habos marad és könnyed, nem olyan, mint az átlag fánk, aminél ugye ez egy fennáll a veszély, tudjátok, egy kicsit így megszárad, meg így el is válik egyébként végül a héja. By the way, apropó zárójelben megjegyzem, ez azért van, mert sok benne a folyadék, tehát a magyar hagyományosban. Én viszont ugye tojással, tehát zsírral dúsítom, még egy kis vajjal, és nem annyi a folyadékom. Ha kezd összeállni a tészta, jöhet 3 részletben a vaj. Picit azért ugye nyilván lágyabb. És mindig, amikor felveszi a vajat, vagyis teljesen elolvad benne, na akkor jöhet a következő adag. És az utolsó kis adag. Na és amikor szép homogén a kis tésztamasszánk, ugye ki is fényesedett a vajtól, de ugye ez nem babka, meg nem kalács, ugye ez fánk. De hát így jól nézel ki. És majd hosszadom le a kezemről, ami, hát ezt még én sem találtam ki, csak meg akartam mutatni. 2 órára szépen elmegy pihenni, elmegyek kezet mosni. Aki pedig ezt otthon készíti, most itt az idő, hogy vasaljon, takarítson, vagy csak egyszerűen menjen ki a kertbe szánkozni. 2 óra elteltével ez történt a tésztánkkal, megnőtt a kétszeresére, és most már ugye, amit látjátok, már nem is ragad. Ez a liszt miatt van. És hát fánk lévén, és hát keltészta lévén ki is kell nyújtani. Fontos, hogy ennek a tésztának jól alá lisztezzünk, hiszen azért puha, sok benne a vaj is, hogy ne ragadjon le. És vastagságát tekintve pedig 1 centire, ne vékonyabbra. Amúgy is egyébként egy picit összeugrik a tészta, úgyhogy ez segít nekünk, de nem kell agyon nyomkodni. Itt most tényleg nem ez a cél. És induljon a kiszúrás! Minél szorosabbra rakjátok egymás mellé, hogy kevés alkalommal kelljen átgyúrni a tésztát, de azért ugye a liszt nehezíti. Ha nem vagytok gyorsak, akkor inkább egy pár szem után szedjétek ki, mert ugye a kelt tészta tovább nő, és akkor össze tud akadni a nem kiszúrtak, bizony az alaptésztával. És amikor kirakjátok, hagyjatok távolságot, ugyanis ők megint pihenni fognak, és nőni is fognak ezáltal. Ezeket most letakarjuk, és 1 órán keresztül még pihentetnünk kell. Addig a maradékkal is gyorsan ezt megcsinálom, és újra gyúrom. Most ezzel az olaj szaggal hozzuk majd a balatoni hangulatot. Mindig beleteszek egy kísérletet. Megnézzük, hogy milyen az olaj egyébként, hogyha van otthon olyan hőmérő, amit be lehet rakni olajba, vagy akár ugye húsba is ugyanaz, akkor 170 fok, 175 ráállítsuk be. De hát én ezt készre nyilvánítom, mert nem éget, és szépen is készíti el. Ugye még 1 órát pihentek, úgyhogy jöhetnek befele szépen.
Ugye ez nem verseny, úgyhogy inkább keveset, mert forgatni is kell, meg ugye meg is nő. A cukrot fahéjjal elkeverek, és ebbe beleforgatom. Vissza. Hogy érzitek, hogy az olaj ugye melegszik, hiszen melegszik közben, akkor egyszerűen csak le kell venni. A másik pedig az, hogy észre fogjátok venni azt is, és ezért mondtam, hogy ahogy ugye már egyszer újból átdolgozod a tésztát, akkor már annyira nem fog kihabosodni, tehát nem fog annyira feljönni. Akkor már egyre dundusabbak lesznek magák a fánkocskák. És itt tovább megyek a következő adagért.